Johnson. Szép öreget kívánok mindenkinek, Szoboszlai András vagyok. És arra a feladatra vállalkoztam most, hogy minden nap fél óra rajzolással bejelentkezek élőben, hogy egy kicsit kedvet adjak mindenkinek, hogy megtalálja az otthon szépségeit, ha már otthon kell maradni. És próbáljuk meg ezt együtt lerajzolni. Bevallom, kivételes helyzetben vagyok, mert nem sikerült egy kedvesemmel egy kertes házba kimenni. Így hát elég sok minden van itt, amit lerajzolhatok, de próbálom a házon belüli részleteket majd felfedezni veletek együtt. Amit ma fogunk rajzolni, de csak azért, mert süt a nap és szép idő van, és holnap rossz időt mondanak, ez a két virág, amit van előttünk. Ennek a kompozícióját próbáljuk majd megtalálni ebbe a következő fél évben. Jó? Akkor most átülök oda, és elkezdek rajzolni. Tartsatok vele! Na hát, ez az én sketchbookom. Hú, nem tudom, hogy most ez álló, fekvő vagy milyen lett. Remélem, hogy nem nagyon bezavaró. Holnapra már okosabbak leszünk. Ezt azért is szeretem, mert hogy én rajzoltam, ami a fedelén van, és én készítettem ezt a könyvet. És ebben gyűjtöm az elmúlt éveknek a izgalmas kalandjait. Itt tudjátok megnézni, hogy miket is rajzolok én. Hivatalos kifejezéssel én urban sketcher vagyok, tehát a városi élet pillanatait próbálom megragadni. Azokat a hétköznapi pillanatokat, amik mellett gyakran elmegyünk, és nem veszük észre. Én nagyon szeretem ezeket a finom kompozíciókat és szépségeket. Ez például Szentendre főterem. Akkor a balatoni hajózás. Itt például azért rajzoltam ennyi hajót, hogy megértsem, hogy a hajók formája hogy is változik, amikor kanyarodnak. Mi ad nekik olyan hihetetlen dinamizmust, ami, hogyha ránézzünk egy képre, amin hajó van, akkor ezt a erőt, feszültséget látjuk. Fel is lassan elérünk a végére, ugyan itt is még hajók, és elkezdhetjük akkor a rajztémánkat. Itt egy tájkép, itt is. Egy nagyon gyors kép, és akkor nyitó kép Csutka Pista barátommal. Na, hát akkor választok egy új lapot, és elkezdek rajzolni. Mutatom, a témám ez, a két virág. És nem tudom, hogy fogom ezt rajzolni. Hogyha tudtok, akkor választhatok ti is egy virágot, vagy csak nézzétek, amit készítek. Még egy visszajelzést szeretnék kérni, hogy
a ti számítógépeteken, amit néztek, áll vagy fekszik a kép, mert hogyha mondjuk 90 fokba el van fordulva, akkor inkább megfordítom, hogy jól lássátok. Tudtok írni, de az a jó. Picit még várok. Kérek visszajelzést. Jó, nem kapok visszajelzést, akkor ezt úgy érzem, hogy most fekvő maradt a kép, és akkor próbálom megcsinálni, hogy látszódjon minden, ezzel úgy tudom, hogy az állványt hosszabbra rakom. El van fordulva, köszönöm, jó, köszi, Mika, akkor így jó. Így jó a kép? Bízunk benne. Na, akkor elkezdem rajzolni. Tehát a témám ez a virág. Köszönöm! Én általában, én köszönöm, én általában tollat használok, amit azért kezdtem el használni, mert a ceruza egy kicsit kényelmesnek tűnt, mert ceruzával annyit rajzolunk, amennyit akarunk, és mindig szépen ki lehet radírozni, és kellemesen el lehet vele bíbelődni végtelenségig, főleg, hogyha nem elég kemény, vagy nem elég puha a ceruzánk. Azért kezdtem használni a tollakat, amint láthatjátok itt a többi képen, ezek tollal vannak, tustollal vannak rajzolva, mert ott nincs félrebeszélés, amit leraktam vonalat, az ott van. Most azért, hogy érthetőbb, és kicsit mögé lássunk a rajznak, használok ceruzát is, ezzel fogom fölvázolni a lényeget, a részleteket, tehát pedig majd tollal fogom kihúzni később. Tehát veszek egy ceruzát, meg egy papírt. Előttünk van ez a gyönyörű, szép, illatos jácint, és akkor elkezdem rajzolni. Ha megnézzük, van egy hengeres test, amiben három virághagyma van benne. Ugye itt nagyon fontos a perspektíva. Ha megnézzük ezt a ceruzának az állását, egy kicsit kifele hajlik, kicsit kifele hajlik ez is. Ha felülről nézünk valamit, akkor a testnek a két oldalsó iránya az széjjel tart felénk. Ez azt eredményezi, hogy fönt, ha megnézzük, itt van egy körív, meg alul is van egy körív. A fönti körív de kevésbé, a lentire meg jobban rálátnánk, hogyha az éppen láthatóvá válna. De én ezt megelőlegezem, és megrajzolom. Elég nehéz így rajzolni, hogy igen, élve, tehát, mint mondtam, jobban rálátunk. Így né. Megvan. Ha megnézzük, ennek a lenti magasságát, ennek nagyobbnak kell lenni, mint a fenti rész magasságának. Tehát, hogyha így beosztanánk, így bekereszteznénk ezt a körforgát és formát, és akkor az átmérőjét nézzük, a függőleges átmérőjét.
Ez azért van így, mert hogy a perspektíva segít nekünk térben látni, és ezek által a kis finomságok által fogjuk leginkább a térélményt érzékelni egy rajzon is. Ha megnézzük bent a képen belül, közben megmutatom a macskámat, aki megjelent a színbe, mint minden normális macska. Murci? Jó, dolgozik ő is. Ott van. Jó, megpróbálok visszatérni. Jajjaj! Jó, remélem látszik minden. A bent is van ez a lila ív, a benti kaspónak a íve. Ezen belül van a három hagyma. Ezeket most én egy gömbbel fogom jelölni. Az a vicces, hogy ti most teljesen más szemszögből látjátok a képet, mint ahogy én rajzolom. Tehát, hogy lehet, hogy nem fog hasonlítani az a nézet rá. De ez nem probléma ebben az esetben. Minden nem lehet tökéletes, mint ez a szituáció sem az. De kihozzuk belőle a legjobbat. Akkor itt van ez a három gömb, és akkor ebből jönnek föl a virágok levelei. Nézzük meg ezt az első virágot. Középen egy pontból, hát egy elég nagy pontból hajt ki a virág zöldje. Ha ezt megnézzük, akkor ugye a távolságokat sem átnézni, hogyha megnézzük, ez körülbelül ugyanolyan magas, mint a kaspómnak a magassága, tehát ha úgy nézzük, akkor ez ideig fog tartani. Ez a leghatározottabb szára, levél, bocsánat, így ezt elsőként megrajzolom. Egy kardot rajzolok. És akkor, amikor ez megvan, akkor megvan a magasság, a hosszúság, minden egyéb, akkor ehhez viszonyítva fogom tudni megrajzolni a többi levelet is. Bocsánat, egy pillanat. Ugye ez alacsonyabban van, mint a másik, és a harmadik, ami kifele van, az még alacsonyabban van, mint a másik kettő. A középső levél mögött bújik meg a virágnak a szára, amin a virág maga van jelen. Ott üldögél rajta. Akkor itt van még háta mögött még egy levél, és még egy levél. Így. Na most a legnagyobb problémát majd a virágoknak a kidolgozása jelenti, de azt most egy körrel, tehát így szemléltetve a tömegét oldom meg ebbe a vázlatos formában. Csak hogy lássam, hogy hány darab virágról van szó. Ahol már egyértelműbb a forma, ott használom az íveket. Látjátok, ezek krikszkrakszok, csak jó helyre rakom őket. Mindezt valószínűleg azért tudom, mert kicsit belelátok a formáknak a lényegi mélységébe, és tudom, hogy milyen honnan indulnak a vonalak, és hova térnek. Tehát én térbe látom ezeket, rendesen ezeket a virágokat, és mert hogy néz ki egy ilyen virág. Most ezt ide mellé rajzolom, tehát itt van az alja,
ami csatlakozik a szárhoz. Ó, biológiában jó rég tanultuk, hogy ezt hogy is hívják. Kocsány, vagy hogy is hívják. És innen indulnak ki a különböző szirmok, virágszirmok. És a virág közepén pedig egy fekete bibék és porzó, vagy bibe és porzók láthatóak. És mindez, hogy megtévessze minket, kicsit csíkos a virág, ami egy kicsit nehezebbé teszi azt, hogy megfogjuk ezt a formát. Ugye van az, hogy a virágoknak a szirmának a széle meg visszahajlik. Ebben az esetben nem foglalkozom vele, mert az egy túl aprólékos munkát igényelni, és ez nem fog beleférni ebbe a fél órába. Nézzük a hátsó levelet. Az itt bebújik a virágunk mögé. Van egy nagyon szép lehajló rész. Ez följebb, tehát ha megnézzük, ez a hátsó perem fölé megy. Tehát mindig viszonyítok valamihez, amikor rajzolok, és úgy komponálom meg. Aztán az egészre is odafigyelek természetesen, még jobban följebb megy. De most per pillanat ehhez a hátsó peremhez próbálok viszonyítani. Így. Itt van a másik része. És nagyon szépen összeér a levélnek a vége. Egy ilyen kicsit kagylós, mint a kagylótészta, olyan formát alkot. Ez elég nehéz megfogni, de hogyha megnézzük a vonalazását, az erezetét a levélnek, az pontosan mutatja, hogy hogy fordul itt a forma, mert ugyanolyan egyenesek itt is a erezete a levélnek, csak ugye ahogy fordul a forma, ad egy ívet ennek. Tehát ezek a vonalak, tehát hogyha mondjuk például ezt a vonalat így végig visszük, akkor ez bebújik ide, és ez valahol itt hátul fog kibújni, és fölfordulni a levél végéhez, ahol összeér. Akkor van a másik szélső levél, ami kicsit alacsonyabb, mint amit most rajzolnék. És bent belül bújik meg a másik virág. Nagyon fontos, amit szeretnék megosztani veletek, hogy ha rajzolunk, akkor egy világot teremtünk. Nem kell pontosan lemásolnunk azt, amit látunk, mert akkor az másolásna lenne, hanem egy olyan világot teremtünk, ami számunkra kedves. Nem kell törekedni arra, hogy pontosan hasonló legyen. Tehát itt például a belül lévő elbújó kis virágot vagy elhagyom, vagy pedig kicsit csalok és fölé fogom rajzolni. Ezt még eldöntöm. És akkor van a harmadik virág, hát ami ebből a szemszögből nem nagyon látszik, ezért, hogy látszódjon, kicsit kijebb hajtom a levelét. Tehát csalog, de maradjon köztünk. Csak hogy látszódjon az a része is a virágnak. Az utolsó hagyma. És ugye itt hátul egyértelműen hátrafele
nyíló tölcsérű virágok vannak, ugye arra néz a virág feje. Így, és hogy teljes legyen a kompozíció, ide is rajzolok. Pár virágot. Meg itt innen hiányzik nekem egy nagy virág. Na. Hát, meg is van az alapja a rajznak. Ahhoz, hogy jobban térve el tudjuk képzelni, sokat segítenek a vonalazások itt a kaspón, amik, hogyha megnézzük, kicsit széllyel tartanak a két oldala fele, középen pedig teljesen függőleges. Közben elmondom, hogy ez egy hirtelen jött ötlet volt, hogy délelőtt 10 órakor tartsam meg minden nap ezt a foglalkozást. De tudom, hogy például a gyerekeknek iskola és tanítás van. Nem itt, hanem magában az eseménybe várom a visszajelzéseteket, hogy mikor lenne alkalmasabb ez. Mondjuk visszanézhetővé teszem, de azért talán mégiscsak az élő műsor varázsa az, ami a legizgalmasabb. Fogok csinálni ott egy szavazást, egy fél óra múlva, és akkor kérek mindenkit, aki ezt látta, hogy jelezze vissza, hogy mikor lenne alkalmasabb neki. Késő délután, tehát 4-5 fele nem szeretném megcsinálni, mert akkor sok más kulturális program van, és nem szeretném, hogy konkuráljunk egymással, hanem az lenne a jó, ha mindegyikbe részt vehetne mindenki. Tehát egyelőre marad a 10 óra, de várom visszajelzéseket, és majd átnézem, hogy én is mikor tudom megoldani ezt. És elkezdődött a véglegesítés ideje, amit egy tustollal végzek. De lehet golyóstollal is, tehát akinek nincs megfelelő eszköze, használt golyóstollat, és csak az egy kicsit talán fárasztó, mert azt nyomni kell. Itt már kitérek a virághagyma formájára, és különböző textúrájára is. Ugye egy gömböt képzeljünk el, amit úgy tudunk leginkább, ha vonalat használunk, érzékeltetni, hogy követjük a vonalakkal a gömbnek a formáját. Ezt itt oldalt próbálom megmutatni. Tehát így. Lehet ezt keresztezni is, hogyha sötétebbet akarunk. Ugye a vonalnak megvan az a hátránya, hogy csak egy vonal. De hogyha több vonalat rakunk egymásra, akkor el lehet ezt a tónusát lehet mélyíteni.
mert akkor egy rácsháló lesz, és minél sűrűbb szövésű ez a háló, annál sötétebb, mélyebb tónust tudunk előhozni. Tehát én a legfontosabb vonalakat húzom most ki, pont azért, hogy a lényeg előtűnjön a sok vázlatvonal közül. Jó. Akkor itt a másik hagyma, aminek megpróbálom a gömbölyűségét vonalakkal érzékeltetni. Ugye a leveleknek a erezetét berajzolom. Különböző hosszúságú vonallal lehet érzékeltetni, hogy ezek bizony hosszúak, nyúltabb formák. Ezt mindenki gyakorlás után és kényekedve szerint tudja elsajátítani. És akkor itt van még egy kis levélke. Valakinek van kérdése, tegye föl. Úgyhogy itt egy hengeres forma következik. Mintha megnézitek, kicsit íves, vonalas satírozással próbálom érzékeltetni, hogy ez itt árnyékban van. És minél kijebb megyünk, tehát a fény fele jutunk el, annál kevésbé nyomom rá a tollat, és annál ritkábban húzok rövidebb vonalakat. Ezáltal egy kicsit
érzékeltetem, hogy itt bizony hátul sötétebb a kaspó. Amit látjátok, én is ejtek egy rengeteg hibát itt például. Ezekkel nem kell foglalkozni, tehát nem a tökéletesre hajtunk. A tökéletes az maga a modellünk, ez a gyönyörű virág, és sose fogunk tudni olyan szépet rajzolni, mint az. Hanem élvezzük azt, hogy megláthatjuk a szépet ebbe a kis kedves csendéletbe. Közben mindjárt letelik az időnk, ha még nem telt le. Azt fogom csinálni, most egy darab virágot kihúzok, ezt itt, ami itt van a szélén, és a többit meg később megcsinálom, csak azért, hogy ne fussunk ez időbe, és hogy ne lopjam a ti időtöket is. És utána, ezt amikor ez elkészült, akkor megosztom ott a csoportban. Nagyon raffináltan jönnek itt szét a virágszirmok. Lehet, hogy erre majd fogok külön időt szánni, hogy a virágok szerkezetét, hogy egyik alkalommal csak egy virágot fogunk lerajzolni. Remélem van otthon nálatok is. Az a feladat, hogy mindenkinek, aki nézi, hogy otthon szemeljetek ki pár részletet, hogy mi lenne az, amit szívesen lerajzolnátok. És azt írjátok meg nekem. Itt az eseményben, légy szíves. Erre is készítek egy órán belül egy kérdőlap, vagy kérdőívet. És akkor be lehet írni, és azzal én tudok bánni a későbbiekbe, és tudok rá készülni, hogy olyan témát vegyünk, amit ti is le tudtok otthon rajzolni. A másik, amit szeretnék kérni, hogy aki ezt a játékot velem csinálja, ezt a 30 napos kihívást, az legyen kedves, küldje el nekem, és hashtagelje meg, hú, de csúnya szó, ilyen nincs, tehát írjon egy hashtaget elé, ahol posztolja, vagy ahogy küldi,
amit most fejből nem tudok, de beleírtam az esemény címébe. Ha pedig komolyabban szeretnétek rajzolni, tanulni, akkor a weboldalamat nézzétek meg, legyetek kedvesen vasárnaptól, ez a www.szoboszlaiandrás.com, ahol komplett rajzkurzusokat tartok, amikre be lehet iratkozni. Szintén online, természetesen. Remélem tetszett az, amit ma láttatok, és remélem, hogy holnap is látlak benneteket, mármint, hogy jöttek és megnézitek, hogy milyen izgalmas részletet fedezek föl házunk táján, amit megrajzolhattok a ti figyelmeteket lekötve. Maradjatok otthon, és vigyázzatok magatokra. Köszönöm a figyelmet!